napot kívánok! Önök a Johan Hírcsatorna műsorát látják. A NASA adásunk kezdetéig egyelőre nem erősítette meg, de nem is cáfolta azt a hírt, miszerint egy úgynevezett időugró avatkozott volna be a 44 éve történt Apollo 11 hordutazás eseményeibe. A kiszivárgtatott titkos fotók alapján feltételezhető, hogy amennyiben hiteles a hír, egy magyar honfitársunkról lehet szó. Az Amerikai Egyesült Államokban futott tűzként terjedő fotókról, a küldetés részleteiről Edwin Buzz Aldrin amerikai asztronautát, az Apollo 11 program egyik résztvevőjét faggattuk. Hello Buzz! Te léptél másodikként a Hold felszínére. Mi a véleményed a fotók hitelességéről? Nos, igen. Utasítást kaptam rá, hogy nem mondhatom el, amit tudok, de ez egyszer kivételt teszek, mert sokat hallottam az önök hírcsatornájáról, és nagy rajongója vagyok Johannak. Nagyon jó fejsrácnak tartom. Volt időm vele sokat beszélgetni. Álljunk csak meg! Tehát elismeri, hogy részt vehetett a küldetésükben? Igen, hát persze! Ő biztosította az anyaűrhajót, amíg mi, Neil és én, űrhajon kívüli tevékenységet végeztünk. Nagyon rokon szenves figura, jó a humora, csípem nagyon! Buzz, köszönöm az interjút! Nincs mit, én köszönöm! És csókoltatom Johant! A NASA egy lehetséges perrel fenyegeti Korytnik Johant, akit most már nevezhetünk az első magyarnak, aki a Hold közelében járt. Ugyanis nem ismerik el, hogy a NASA által kifejeztett Saturn 5 hordozó rakétájával repülhetett volna Johan. A részletekről a NASA egyik mérnökét, Chris Hadfieldet kérdeztük. Hello Chris! A NASA perelni fogja Johant, ha beigazolódik, hogy tényleg részt vett a programban? Igen, határozottan. Johan számíthat egy nagy perre, mivel nem ismerjük el, hogy a mi rakétánkkal juthatott volna ki a világűrbe, ezáltal a Holdra is. Cáfolja, hogy Johan Hold közelben lett volna az Apollo 11 legénységével együtt? Nem cáfolom, de fogalmunk sincs, milyen technológiával jutott ki a világűrbe Johan. Hallottunk a magyarok eszességéről, ügyességéről, van nekem is egy csomó magyar származású kollégám, de ez a Johan teljesítmény mindent felülmúl. Vajon hogy juthatott ki a világűrbe Johan? És főleg, hogy juthatott el a Holdra? Birtokunkba került egy felvétel, ami Johan feleségét hallhatjuk. Amennyiben ez a felvétel hiteles, leleplezőzhet a csodálatos titkos technika, amivel Johan feljutott a Hold közelébe. Úgy tudjuk, Johan nem pakolja össze a ruháit, mindig összetúrja a szekrényét. Ha nem tartasz rendet a ruháid között, úgy picsárulok, hogy elrepülsz a Holdra. Ha 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 ha